Ezek a felvételek ez év májusában készültek. Ekkor adta át Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, a Kölesdet Kis Tormással összekötő kerékpárút munkaterületét. A beruházás 100%-ban uniós forrásból, 203 millió forint költségvetésből épül meg, hangzott el. A későbbi bicikli hálózatnak, akár a megyeinek és az országosnak is ez egy része lesz. Ezek pedig már a frissen készült felvételek. Gyakorlatilag az út elkészült, az utolsó simítások vannak vissza a hivatalos átadó előtt. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke látogatott el Kistormásra. Néhány éven belül Kistormásról csak kerékpárúton le lehet jutni majd Szekszárdra. Egyelőre Kistormás és Kölest között épül meg a kerékpárút, ami a gyerekeknek az iskolába járását megoldja, de hát ugyanakkor átjárnak az emberek orvoshoz és egyéb szolgáltatásokat igénybe venni Kölestre. Kölestről is járnak Kistormásra néhányan dolgozni a Varrodába, úgyhogy ezt minden bizonnyal napi szinten használni fogják. Miközben a helyiek örömmel fogadják az út megépülését, aggodalommal nézik a templom állapotát, mely az összedőlés határán van. Egyelőre nincs gazdája az épületnek, sem az önkormányzat, sem az egyház tulajdonát nem képezi, egy jogutog nélkül megszűnt egyházi szervezet a bejegyzett tulajdonos. Orbán Attila azt mondja, fontos lenne ezeknek a műemlékeknek a megmentése. Az alelnök véleménye szerint Magyarország keresztény országként hirdeti magát, így tenni kell a templomok állapotáért is. Ennek egyik jele az is lenne, hogy az egyes településeken lévő templomokat nem hagyjuk romba, hanem megújítjuk. A Kistormási templom a térség egyik legjelentősebb kegyhelye volt. 1000 lelket tudott befogadni. Felújítása fontos lenne a környék lakói számára.